Fő támogatónk a BMW, a Magyar Suzuki ZRT, valamint magyarországi hivatalos finanszírozási partnerük a Mercantil Bank. Támogatók: Advess Moto a KSR Group magyarországi hivatalos partnere, a Motostar az Alpine Stars magyarországi hivatalos forgalmazója, valamint a ProMX a ProGreen MX termékek magyarországi forgalmazója. Az elmúlt két hetünk a Yamaha márka bűveletében telt, mind a ketten robogóztunk. Ugye sokféle maxot ismerünk, T-max, X-max, most ez egy teljesen más max. Ez egy ilyen max, így van, és abból is a legkisebb verzió, ugye? Ez egy 125-ös kis ingázásra bejár, munkába járásra való robogó lenne, de másra is alkalmas, erre jöttem rá az elmúlt két hétben. És mi az? Elég komoly meglepetések értek, megmondom őszintén, annak ellenére, hogy ez egy belépő szintű 125-ös robogónak számít, de hát már először is, ugye ezt tudjuk, hogy szubjektív dolog ugye a szépség meg a dizájn, de szerintem nagyon-nagyon egybe van ez a robogó így első ránézésre. Viszont amire céloztam az előbb az az, hogy nagyon meglepett engem a futóműve, a féke, igazából még azt is mondhatom, hogy a menetdinamikája ahhoz képest, hogy 125-ös, tehát azon kívül, hogy szépen bemegyünk vele dolgozni, aztán este meg haza, egy kis csavargásra, kanyargásra is alkalmas a futóműve mindenképpen. Ennek sajnos van is hátulütője, mégpedig az, hogy hát az úthibákon nem olyan kíméletes hozzánk, mint egy ilyen jó puhára hangolt hintapalintás lemezvázas robogó. Viszont cserében jó utakon, illetve kanyarokba is nagyon-nagyon dinamikusan lehet vele közlekedni. Egészen addig egyébként, hogy az eleje szól nekünk, hogy ez elég volt. Nagyon finoman és nagyon célra vezetően jelzi, ahogy elkezd csúszni már az első kerék, hogy ezt most már azért be kéne fejezni, tehát azért ez mégsem egy sportmotor vagy egy sportrobogó. Nekem abszolút sikerült 2,5 liter alatt tartani a fogyasztást. Tehát akkor az egy elég jó optimálisnak mondható. Én azt mondom, a Yamaha 2,3-at ígér, ha egy kicsit az ember, hogy mondjam, nyugisabban hajlandó közlekedni, nem tartom elérhetetlennek ezt a szintet se. A folyamatos nyílgáz az olyan 3 literre tolja föl a fogyasztás, viszont sok értelme nincs. Tehát az a helyzet, hogy nem jutunk annyi pluszhoz és olyan sebességhez, meg semmi, ez igazából csak a benzinkutat fogjuk gyakrabban látogatni, hogyha nyílgázon közlekedünk. Ezt akartam tőled megkérdezni, hogy egyébként mennyi üzemanyagod van, hogy ezt így eljársz. Hát 7,1 literes a tank, és ugye ez kicsit vicces, hogy ez ennyire decire meg van adva, de ha ezt a fogyasztást nézzük, nem is annyira vicces, mert ezzel a fogyasztással az 1 deci, az 4-5 kilométer, tehát azért az valami, az már azért, ha például tolni kell a kútig, akkor ez elég sok is lehet. Egy 10 fokos reggelen 1,5 kilométer kell neki, hogy a teljes üzemi hőmérsékletet elérje, ami ad egy, ugye a fogyasztáson sokat segít, mert nem megy a szivató. Át 2 már viszonylag hamar húzhatjuk neki, úgy, ahogy ugye nem szégyeljük, mert hogy nem fogunk a blokkba kárt tenni. A legjobb fogyasztás, amit ki tudtam belőle csiholni, az a 2 liter volt, ez pedig úgy sikerült elérni, hogy a kettesen beálltam egy kamion mögé 90-nel, mert hát nem tudom mennyire lep meg bárkit is, azért 90-nel ezzel nem nagyon fogunk kielőzni semmit se. De innen látszik például, hogy mennyit számít a szélárnyék egy ekkora motornál, egy ekkora robogónál, mert egyszerűen hirtelen fél literrel kevesebbet kezdett el fogyasztani, hogyha itt szélárnyékba mentünk vele. Térjünk vissza a motornak a forma világára, ugye, hogyha ránézünk, akkor egyből látjuk, hogy ezzel utast is lehet vinni. Nem vittem utast vele, megmondom őszintén, hogy na, ahhoz már egy kicsit karcsúnak gondolom. Lehet vele menni, elindul, tehát nem kérdés, hogy lehet vele, de azért ott már az eltaposás veszélye megjelenik így a magyar, főleg a többsávos gyorsforgalmi utakon, azért ott az már nagyon sokat visszavenne belőle, úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy személyes használatra nagyon jó ez a robogó. Látjuk a topkészt, úgy tudom, hogy ez zenés felár ennél a motornál. Egyéb pakolási lehetőségek mennyire vannak, léteznek ülés abszolút, alatt? Abszolút, ülés alatt teljesen tökéletes hely van, egy elles, mert nekem ugye elles sisakjaim vannak, elles zárt sisak befér, van ez a 30 literes dobozunk, tehát a kettőt összekombinálva gyakorlatilag egy közepes bevásárlást is simán el tudunk vele intézni. Illetve amit még mondtál, a zenés felár, az ugye még a plexi sem az, amivel azért a gyárból kijön. Az viszont nagyon-nagyon klassz, tehát ugye látszik is a formán, hogy kicsit huncut, és ez a két kis oldalsó nyúlvány, ez a terelő, ugye nekem is volt szerencsém az elmúlt két hétben sajnos esőben is robogózni, illetve nem is annyira sajnos, mert nagyon jól vizsgázott ez a plexi. Tehát egyrészt a szelet is gyakorlatilag a sisak A részén
kapja el, csak már a sisakot, tehát nem a nyakunkra tolja, vagy ilyesmi, az esőt meg aztán pláne. És ez a két kis nyúlvány is remekül eltereli a kezekről az esőt is, illetve a szelet. Hát ha megállunk, az persze már pek, mert akkor ránk esik. De a másik, amit szeretnék kiemelni, az pedig így az időjárás védelme. A lábak kapják egy kicsit a szelet meg a vizet, tehát azok a legkevésbé védett részek, de maga a robogó viszont látszik is, hogy azóta nem volt lemosva, tehát az első hátsó kerék is olyan gyönyörűen ki van találva itt a vízsárvédelem, hogy sehova nem csapja föl. Üléspozíciók, ugye a hokedli, illetve a chopper nyújtott lábbal, ezek működnek? A hokedli az abszolút. Itt viszont sajnos jönne az első negatív kritika részemről, ez pedig az üléshúzat. A sajnos nagyon csúszósra sikerül, de olyan szinten, hogy egyrészt ugye, mivel a fékek bőven túl teljesítik ennek a robogónak az igényeit, egy masszívabb fékezésnél is előre tudunk csúszni. Ha viszont komolyabb lejtős úton megyünk, akkor azt kellett, hogy csináljam, hogy betámasztottam ebbe a chopperesbe, különben amúgy is csúsztam volna lefele, tehát nem kellett volna hozzá fékeznem se. Úgyhogy azért sajnos az ülés húzatnak az anyaga az nem lett a legjobb. Mindez persze a farmerre vonatkozik, de azért legyünk őszintén, a robogót azt általában azért ilyesfajta ruházatban használja az ember. A másik az elektronikája, ugye egy viszonylag egyszerű műszerfal van ebben is, ugye két kesztyűtartóval, itt van egy nyitott, abban van a érdekes módon a szivargyújtó töltő, én azért ezt beraktam volna a csukhatóba, de vélhetően ott túl sok helyet foglalt volna. Illetve ugye a kulcs nélküli indítás sem annyira evidens ebben a kategóriában, tehát az is egy nagy piros pont. Plusz az, hogy ugye bár egy ilyen távirányítót kapunk hozzá gyárilag, de akár hatot is hozzá lehet kötni, illetve van még egy nagyon okos funkciója, ugye van egy ilyen kis kódkártya ezekhez a kulcsokhoz, be lehet pötyögni a robogóba, és így kvázi a távirányítós kulcs nélkül is elindul. Ami ugye, hogyha otthonról nem tudunk elindulni, ez nem akkora probléma, de ha mondjuk 50 kilométerre vagyunk otthontól, és vagy elvesztettük, vagy lemerült a kulcs, azért az baromi nagy segítség. És hát elektronikában is azért elég szépen el van látva. Van egy olyan funkciója, amit nem nagyon, én nem nagyon látok hasznosnak, a telefonnal össze lehet kötni a műszerfalat. Kis extra, aminek nem látom sok értelmét, illetve van benne kipörgésgátló, hát ezt megint egy kicsit optimistának érzem. Tehát azért... Elsős időszakban azért talán azért jó. Azért ez a 11 lóerő, amikor ez elcsavarja ezt a hátsó kereket, akkor azért az már inkább a szappanos jég kategória. De én ehelyett például sokkal jobban örültem volna egy külső hőmérséklet kijelzőnek, mert az viszont sajnos kimaradt belőle. Illetve még egy bajom volt vele, az megmondom őszintén viszonylag könnyen orvosolható, azok pedig a tükrök. Tehát rövid is a szára, rossz helyen is van, tehát hogy igazából, hogyha ugye itt van a kezed, és mondjuk én szoktam inteni, ha szembe jönnek, akkor ahogy emeled föl, már is beleütöttél, viszont a gömbcsuklóik meg vannak olyan finomak, hogy ezzel azonnal el is állítottad a tükrödet, tehát az egy ilyen napi 2-3-4 tükörállítás az benne volt a pakliba. Illetve ami viszont még ezen nagyon jól működik, és hallottam más egyéb márkák robogó tulajdonosaitól, hogy nagyon utálják és ki is kapcsolják, az pedig a start-stop automatika. Én ezt végig használtam, nagyon ügyesen működik, amíg nem melegszik be a motor, értelem szerint nem kapcsol le, meleg motornál viszont kikapcsol, és hát ahogy számoltam, szerintem ha 1/10 másodpercet veszítünk az indulásnál, akkor sokat mondtam. Ami viszont ugye még nagyon szimpatikus volt, az első hátsó lámpája, ezek ledesek, de főleg az első, mert nem egy félszemű robogóról beszélünk, és ugye ezért este sokkal kevésbé hajlamosak az autósok kivágni elénk, ráadásul ugye mivel ledes egy ilyen kékes-fehér fénye van, tehát az mindig így a modern, gyors dolgok érzését kelti az autósokban. Ami viszont óriási fekete pont nálam, ezt mondtam már másik robogóknál is, hát ez az index, az első. Igen, ami nagyon lent van. Hát ez most már az a kategória, hogy gyakorlatilag az első sárvédőnél van. 10 kilométert nem kellett menjek az átvétel után, hogy az első ilyen konfliktuson meglegyen egy autóssal, hogy de akkor miért nem indexeltél? Hát én indexeltem. Na most ez olyan 15 méterről látszik egy autó mögött körülbelül ez az index, ami egy városi forgalomban azért valljuk be, ez nem életszerű, hogy 15 méterre mész a másik mögött, úgyhogy ezzel értem én, hogy dizájn meg nagyon jól néz ki, meg így egységes az összkép, de azért valami kiegészítő index feljebb, vagy bármi azért ez nagyon kellene, mert ez konkrétan viszont közlekedésbiztonsági kérdés, hogy ugye az index mennyire látszik. Kinek javasoljuk, illetve mennyiért lehet hozzájutni ez a motorhoz? 1,2 millió fölött van egy picivel, és ha megnézegettem direkt a használt NMAX-ok árait, amik ugye még sokkal kevesebbet tudtak, mint ez sokkal kevesebbe is kerül, és az a helyzet, hogy nagyon jól tartja az árát. Tehát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy amennyi benzin spórolunk egy normál autóhoz képest a munkába járásra, és itt egyből válaszolnék is a kérdésedre, hogy ez igazából ez az ingázásra tökéletes ez a robogó.
de akkor se ijed meg, hogyha mondjuk ezzel akarsz elmenni egy 40-50 kilométerrel odébb. De azt kell, hogy mondjam, hogy ennyi benzin, amennyit ez megspórol, körülbelül annyit veszít az értékéből. Vagy más szavakkal azt tudom mondani, hogy körülbelül 5000 forint ebből a napi munkába járás, ha azt mondjuk, hogy 20 kilométert mész naponta oda-vissza munkába. Úgyhogy ezek mind-mind olyan érvek, amik úgy gondolom, hogy emellett a robogó mellett kellene, hogy szóljanak. Ugye ez B125-ös vagy A1-es jogosítvánnyal vezethető. És ami viszont még nagyon piszkálja a fantáziámat, az pedig ennek a 155-ös verzió, mert van ilyen is, ugye az olasz autópálya PESZ szabály miatt, mert ugye ott az van, hogy 150 fölött köbcentivel mehetsz föl az autópályára. Mert ugye most hiába mondanám, hogy az hány lóerős, hány, az nem olyan mérvadó, de ha azt mondom, hogy több mint 30%-kal nagyobb a nyomaték benne is az erő, na onnantól kezdve az viszont egy nagyon izgalmas gép lehet, az két személlyel is tökéletesen használható, és azzal tényleg olyan dinamikát tudunk elérni, hogy tulajdonképpen autótól 80-90 km/h nem sok félnivalónk van az utakon. Sajnos ez egy olyan ritka darab, ugye, hogy ezt nem nagyon helyezik tesztmotor funkcióba, ezt a 155-ös kategóriát, de ezzel a testtel, plusz azzal, hogy ugye az gyakorlatilag egy százassal drágább, és egy decibel fogyaszt többet, ugye ugyanott vagyunk, a nagy hibája az az idézőjelbe hibája, hogy ahhoz már bizony az A2-es jogosítvány szükséges. Fő támogatónk a BMW, a Magyar Suzuki ZRT, valamint magyarországi hivatalos finanszírozási partnerük a Mercantil Bank. Támogatók: Advess Moto a KSR Group magyarországi hivatalos partnere, a Motostar az Alpine Stars magyarországi hivatalos forgalmazója, valamint a ProMX a ProGreen MX termékek magyarországi forgalmazója.